Áldás békességet kívánunk kedves testvéreinek, Istenünk szent lelke, tegye áldottá Isten tiszteletünket. Erősítsen minket igéje által, lelkünkben és hitünkben. Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 42. Zsoltárunk így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. 42. Zsoltárunk első versét fennállva énekeljük. Thank you.
áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledkezz semmi jó téteményéről. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló szent igéjét, úgy, amint az írva megtalálható Máté evangéliumában. Máté evangélium a 6. részében a 25. verssel kezdődően a rész végéig. Amíg Istennek hozzánk szóló szent igéjét a nevezett helyről olvasom, a gyülekezet alázatos szívvel leülve hallgassa meg. Így szól hozzánk Istenünk szent igéje Máté evangélium a 6. részéből a 25. verssel kezdődően. Jézus mondta, ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Keressétek először Isten országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Istenünk szent lelke, tegye áldottá a most hallott ígét, hogy a szívünkben jó talajra találjon, és bőséges gyümölcsöt teremjen. Jöjjetek testvéreim, ezért imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, amikor elcsendesedünk, akár itt a neked szentelt hajlékban, akár otthonainkban, munkavégzés közben, pihenés alatt be kell valljuk azt, hogy bizony nagyon sokszor tele van a mi szívünk, a gondolataink az aggodalommal, az aggódással. Nagyon sokszor olyan kicsi dolgokat is fel tudunk nagyítani. Nagyon sokszor félreértünk dolgokat, és abból jönnek aztán a nehéz helyzetek, amik miatt talán napokig, hosszú időn keresztül az aggódás tölti ki a szívünket. Tudunk aggódni családtagjainkért, féltjük őket, és ez így természetes. Tudunk aggódni a munkavégzés miatt, tudunk aggódni egészségért, betegségért, tudunk aggódni az időbeosztásért, a munkáért, hogy el tudjuk-e végezni, és jól végeztük-e el. Tudunk aggódni fontos dolgokért, és nagyon sokszor kevésbé fontos dolgokért is. Köszönjük, hogy a te ígéddel tanítani akarsz bennünket, hogyha ott van az életünk a te kezedben, akkor te elveszed az aggódást, a félelmeket a szívünkből. Hogyha érezzük a te jelenlétedet és a te kegyelmedet az életünkben, akkor megérezhetjük azt valóban, hogy
aggódásunkkal, se egy arasznyival nem tudjuk meghosszabbítani az életünket, se egy feladatot nem tudunk jobban elvégezni, nem tudunk jobban előre haladni, nem tudunk jobban boldogulni, nem tudjuk se a kapcsolatainkat, se a dolgainkat jobban elvégezni, jobban megőrizni. De hogyha helyére kerül az életünkben a te ígéd, az, hogy keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, hogyha ott van a szívünkben a fontossági sorrend, hogyha figyelünk a te üzenetedre, a te ígédre, ha meghalljuk, hogy hogyan szólsz hozzánk, hogyan akarsz tanácsolni, hogyan akarsz bölcsíteni bennünket, hogyha téged keresünk, akkor felismerjük, hogy mennyi ajándékot kapunk tőled. Téged kérünk, mennyi édesatyánk, hogy ezen a mai napon, most ezen az Isten tiszteleten, de innen hazatérve hajlékainkba is add, hogy rá tudjunk figyelni. Hogy az életünk közepében te legyél a te ígéd által. És hogy hálás szívvel ismerjük fel, mennyi jót is, mennyi ajándékot is kapunk tőled. Így áld meg most az Isten tiszteletünket, add, hogy nyitott füllel és nyitott szívvel, nyitott értelemmel tudjunk figyelni rád. Hogy ne csak emberi szavakat halljunk, hanem a te ígéd legyen az, amit a szívünkbe fogadunk, és a te ígéd legyen az, ami elkezd dolgozni az életünkben. Így áld meg Isten tiszteletünket, az ige hirdetőit, az ige hallgatóit, hallgass meg könyörgésünket Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 162. dicséretünknek 7. versét énekeljük. A 162. dicséretünk 7. versét énekeljük, amely így kezdődik. Prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten! Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek szavát Máté örömhíréből, ezt a ige szakaszt mai napra Biblia olvasó kalauzunk jelölte ki számunkra. Máté örömhírének 8. részéből, az első 13 versből olvasom Istennek szavát, üzenetét. Míg az igét olvasom, s azt magyarázom, Isten szent lelkét segítségül kérve és várva a gyülekezet foglalja el helyét. Máté örömhírének 8. részéből, az első 13 versből a következőképpen halljuk, olvassuk, halljuk Isten igéjét. Amikor lejött a hegyről, tudnélik Jézus, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás, leborulva imádta őt, és ezt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kezét kinyújtotta, megérintette, és ezt mondta, akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá, Jézus, vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánld föl az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt,
bizonyságul nekik. Amikor pedig Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt válaszolta: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomban jöjj, csak szólj, és meggyógyul szolgám, mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és vannak alárendelt katonáim, az egyiknek ezt mondom, menj el, és elmegy, a másiknak gyere ide, és ide jön, szólok szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Jézus ezt hallva elcsodálkozott, és így szólt kísérőjéhez: bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, és ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Kedves testvéreim, a mai igerész szinte minden olvasáskor, vagy újraolvasáskor, átolvasáskor, gondolatleíráskor új és új gondolatokat ébresztett. Ezért aztán nagyon sokféle oldalról lehet megközelíteni a mai igét, és remélem, hogy ezek a megközelítések a végére össze fognak állni egészé. Mert olyan két történet ez, amely az igében egymás mellett van, amely ige részekben tulajdonképpen első olvasatra semmi közös nincs. Van egy leprás, aki gyógyulást keres, az egyik történet. A másik történetben pedig egy egészséges ember jön Jézushoz, egy százados, aki pedig azt kéri Jézustól, hogy gyógyítson a szolgáját, aki nincs jelen, gyógyítsa meg. Egy beteg és egészséges ember jön Jézushoz, mégis mind a ketten gyógyítást kérnek tőle. Közös. Közös az, hogy gyógyulásra várnak. Gyógyulásban, gyógyításban bíznak. A rend, amely abban az országban akkor életben volt, ezt a két embert is még saját közösségétől, a zsidó nép közösségétől is távol tartotta. Egyrészt egészségügyi törvények. A leprásnak nem volt helye a közösségben. Ezért is mondja Jézus a leprásnak: menj a templomba majd, és mutasd meg magad a papnak. A másik ember, a százados pedig, ugye vallásilag nem tartozott a zsidó néphez. Vallási törvények szerint ő egy idegen volt a zsidók számára. Látszólag két ember, az egyik ugyan zsidó lenne, de az egészségügyi törvények mégis azt mondták, hogy nem tartozol a közösséghez. A kapernaumi százados pedig testileg, vallásilag nem tartozott Izrael népéhez. Amikor ezt az igét olvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy a gyógyítás nem csak a testi gyógyulásban jelenik meg, hanem abban, hogy ez a két ember az Isten országa rendjében és a saját közösségében is megtalálja a helyét. Visszakapják életüket. Mert van isteni és van emberi rend. Sokszor és sokan úgy gondolják, hogy a kettő elválasztódik egymástól. Így Jézus azt mondja, az emberi dolgoknak
Isten törvényére kell épüljenek. És ha úgy van, akkor az jó. Jó az egészségügyi törvény is, ugye az akkor és ott működő, életben lévő karantén, hiszen egy leprásnak ki kellett vonulni a közösségből karantént, és milyen jól ismerjük ugye ezt a szót most már saját személyes tapasztalatunkból is. Karanténban kellett lennie, nem mehetett a közösségbe, sőt, azt tapasztalta, hogy el is húzódnak tőle, nyilván a szociális, ma így mondjuk távolságot, védő távolságot be kellett tartania. Na de gyógyulhatott, és aki meggyógyult, annak, ahogy ma is szabályok szerint lehet kimondani, hogy valaki gyógyult, nem csak, hogy már jól érzi magát, hanem a karantén csak úgy szűnhet meg, hogyha a tesztet valaki elvégezteti. Kell hozzá negatív vírusteszt. Hát ez a negatív vírusteszt volt az a végső rendelkezés, hogy menj el, mondja Jézus a leprásnak, és mutasd meg, megad a papnak, és vigyél áldozatot. Az emberi rend és az isteni rend kiegészíti, kiegészítheti egymást, és nem szabad, hogy egymás ellen fordítsa, bár a világ, a hitetlenség világa igyekszik az isteni rendet mindig kiiktatni, mondván nem lehet az emberi dolgokhoz hozzáilleszteni az istenit. És nagyon sokszor a mai világban ezt látjuk, hogy az emberek ezt nem fogadják el, a Biblia szavait, ezért nem fogadják el, mert azt mondják, van az ember világa, és van a hívők világa, és az a kettő nem illeszthető össze. És mit mondjuk, valljuk hívő és vallásos emberek, de igen, az emberi rend akkor szolgálja az egészséget, a teljességet, hogyha Isten akaratára épül. Nyilván tudjuk, hogy Isten ország a lelki természetű, nem véletlen, hogy Jézus ezzel a mondattal fejezi majd be, ezzel a gondolattal fejezi be, hogy Isten országának asztalához telepednek majd le azok, akik hisznek. A két történet összefügg sok szálon. Van egy ember, akinek senkije nincs, egy kiközösített, aki gyógyulást keres, és van egy másik, egy szolga, egy beteg béna szolga, aki ugyan közösségben él, és mégis az ő betegsége elkülöníti őt a többiektől. Hogyan és miképpen cselekszik a mi Urunk ebben a helyzetben? Mind a két történetnek a vége a gyógyulás. Miért is? A mi Urunk számára a szívek beszélnek, és a vesék beszélnek. Azt mondja, én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, Jelenések könyvének 22. részében, 23. versében olvassuk. Én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. A szívek és a vesék. Két szerv kerül egymás mellé, és csak zárójelbe jegyzem meg egy újabb oldala az igének, hogy a szív, a szeretet, mennyi szeretet van ott a szívedben, gondolom és érzem így az igéből. A veségben pedig ugye azt látjuk, hogy a szervünk is a kiválasztása épül, mennyi méreg van az emberben. A vesebetegséget csendes gyilkosnak is szokták mondani, hát amikor, akkor nagyon gyakran akkor derül már ki, amikor rosszul működik. Mennyi méreggel telítődik az emberi élet. Isten vizsgálja, hogy mennyi szeretet és mennyi méreg van ő benne. Így is. A történet, a két történet összefügg. Jézus megvizsgálja őket. Ott van a mondat, legyen a te hited szerint. Akarod, akarom, mondja a leprás. Hiszed, hiszem, mondja, fejezi ki a százados. Gyógyulásra van tehát szükség. És gyógyulásra van szüksége azoknak is, akik ezt látják és hallják. Akik azon gondolkodnak, hogy mit tesz most
Jézus. Ha egy picit előre ugrunk a Bibliában, de időben is, akkor Pál apostol szavaihoz érkezhetünk, aki azt mondja, mert most tükör által homályosan látunk. Tulajdonképpen Jézus számára mind az ott segítséget kérők, mind az ott lévők, az események szem és fül tanúi olyan emberek voltak, akiknek a látásuk nem volt tiszta. Pál apostol, és ezt állapítja meg az ő levelében majd, hogy az ember nem lát tisztán. Nem lát tisztán mind addig, amíg Krisztust meg nem látja, Krisztus mellé nem áll. Akinek nincs hite Krisztusban, Istenben, az pedig még kevesebbet lát. Olyan sokszor fut bele olyan történésekbe, eseményekbe az ember világ, amelyet elkerülhetne, ha hallgatna Isten szavára. Abban a helyzetben, amelyben ma is vagyunk és élünk, érdemes elolvasni például azokat a rendelkezéseket, amelyeket már Mózes korában ismertek, hogy például a felvonuló hadseregeknek milyen szabályokat kell betartani, tisztasági rendszabályokat. Ha korábban háborúzó, vagy korábban kereskedő emberek elolvasnák, ha ehhez tartanák magukat, akkor bizony jóval kevesebb lenne a fertőzés és a betegség és a baj. Vannak higiénés rendszabályaink is, a kézmosás, a megtisztulás, és a korábbi időkben, ugye milyen gyakran ajánlják manapság, hogy tartsuk be ezeket, szigorú kézmosás. És bizony a régiek ugyanezt gondolták a lélekre is. Az ünnepek előtti bőjt időszak, úrvacsora előtti bűnbánati időszak, mind-mind azért volt, hogy az emberi lélek megtisztuljon. Mert a hit, a Krisztusban való hit az élet, az emberi élet teljességéhez tartozik. Jézus így szól, ilyen hitet nem láttam Izraelben. Bizony, mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Erre van, ma is volt, van és lesz szükség. A lélek helyreállítására, a hit helyreállítására is. Persze kérdezhetnék tőlünk, templomba járó emberektől, mondjátok meg, mi a hit. És olyan, mondhatnám, kiváló helyzetben vagyunk, hogy tulajdonképpen nem nekünk kell megválaszolnunk. Talán sokan ismerik a Heidelbergi K.T. válaszát, én most a másik hitvallásunkból idéznék, a második Helvig hitvallásból. Mi a hit? Válasz. Istenben való teljes bizalom, amit ő tesz, az az ember javát szolgálja. Mi a hit? A keresztény hit nem vélekedés vagy emberi meggyőződés, hanem a legszirárdabb bizalom és a lélek nyilvánvaló és álhatatos helyeslése általában a Szentírásban és az apostoli hitvallásban előadott isteni igazságnak, sőt, Istennek a legfőbb jónak és kiváltképpen az isteni ígéretnek, valamint Krisztusnak minden ígéret beteljesülésének legbizonyosabb megragadása. A hit a mi értelmezésünkben Istenre irányul. Abban kell hinnünk, abban kell bíznunk, ahogy az előbb az igéből is hallottuk a felolvasott részből, a korábbiakból, hogy ne aggodalmaskodj. Nem csak azért, mert Isten gondot visel arról, amire szükséged van, hanem azért is, mert minden az ember javát kell szolgálja. Persze, hát ki látja, és ki érzi úgy, hogy ez a mai élethelyzet Isten akaratából való, és van az ember javát szolgálja.
Szolgálhatja egy járvány Isten akaratát? És ezt mindenki a maga hite, meggyőződése, gondolkodása alapján válaszolhatja meg. Kell, hogy megválaszolja. Ha megtapasztalja az ember, ha meglátja az ember, hogy bizony milyen gyenge és erőtelen, és elbizakodottságában megáll azon az úton, amelyen elindult és visszafordul, akkor bizony ebből a tapasztalatokból jó is származhat. Nem jó a helyzet, és nagyon sokszor a világ történelemben nagyon sok rossz dolog történt, de a kérdés, hogy mi az ember válasza ezekre. Hogy a betegség is rossz volt, mind a leprásnak, ki tudja, hogy hány évig volt karanténban, elkülönítve, lenézve, mind a bénának hatalmas fájdalmakban nem volt jó. Nem örült annak, ami vele történt. De mit tapasztalnak meg? Mi lesz az élet tapasztalatuk? Hogy Isten szereti őket. A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, és ezért fontos, hogy azt mondja a százados, szólj! Mintha azt mondaná, Uram, ha te intézkedsz, akkor az ellen nincs semmiféle ellenszer. Ha te szólsz, akkor az el van intézve. Ha te azt mondod, hogy legyen, akkor az úgy történik. Ez az a mélységes hit, amely átjárta a százados lelkét. Ami fontos, Pál apostolhoz forduljunk ugyancsak, ebben a helyzetben fontos. Azt mondja, mert Jézus Krisztusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Csak a szeretet által munkálkodó hit. Kedves testvéreim, most azt kérdeznénk, hogy a hitet vizsgálva tovább, hogy megállapítottuk, hogy mi a hit, megkérdeztük a káténkat is, elmondja. Itt meg kell állni, mert mondhatnánk, hogy na de hát mégis. Hát van hit, sokaknak van hite, de nem látjuk az eredményeit. Kevés lett volna, ha a kapernaumi százados csak hisz. De cselekedett, a szeretet őt elindította arra az útra, hogy keresse meg Jézust. Abszurd feltételezést szeretnék mondani, mert lehetetlen, hogy így legyen, de gondoljuk el, hogyha most a templomból eltűnne a levegő, és nem fulladnánk meg, akkor nem értenék, és nem hallanák a testvérek, hogy mit mondok. Nem hallatszódna az ének is sem. Hiába beszélnénk, hiába mondanánk valamit, hiába énekelnénk, ha nincs közeg, amely átadja, akkor nem lesz hallható. Hiába van hite az embernek, ha nincs embertársa iránti szeretet, mert akkor nem látható a hit. Hogyan mutatta meg a leprás a szeretetét? Úgy, hogyha megtette azt, amit Jézus kért tőle, elment, és megmutatta magát a papnak. És bemutatta az áldozatot. Ő neki utó munkálatokat kellett elvégezni. Vajon megtartja-e Isten szavát és parancsát? Menj el és tedd meg. Így volt. A történet ebben a tekintetben nincs befejezve, mert nem tudjuk, hogy megtette-e. És nagyon sok emberről nem tudjuk a történelemben, hogy mit tettek, vagy mit nem tettek meg, bár azt mondták, és meg is kapták a hitajándékát, és azt mondták, hogy hisznek. A kapernaumi százados hit, Jézus maga állítja ki róla ezt a bizonyítványt. De itt is a szeretet volt az, ami elvitte a századost Jézushoz, a szolgája iránti szeretet, az embertársa iránti szeretet, és csak ezért is így tudott munkálkodni a hit.
Ezért vált teljessé, amit Jézus mond, eredj el, és legyen a te hited szerint. Íme a cselekvésben kell közvetítő ember és ember között legyen. A hit és a szeretet tehát egymással van utalva, és egymásból következik. És végül, amikor azt mondja a százados, hogy szólj, akkor tulajdonképpen a logosz szót használja. A logosz szó azért érdekes és fontos szava a Szentírásnak, szakkifejezés, terminus technicus mondhatnánk, mert a logosz az a teremtés és újjáteremtés szakszava is. Nem csak a beszéd, nem csak a szólás szava, hanem Isten cselekvésének valósága. Amikor a logoszról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy Isten cselekszik. János írása szerint való evangélium, örömhír mondja, kezdetben volt az ige, kezdetben volt a logosz. A kezdetből nőtt ki, utána következő dolgok sokasága. Az emberi szívben az isteni teremtés, újjáteremtés, megváltozás mindig a szóval, az ő szavával kezdődik. Szólj, mondja a százados, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak szólj. Mondd ki a logoszt, mondd ki a megváltó igét, a szabadulást hozó igét. És ezért van az, hogy a hívő ember az igét keresi, Isten szavát keresi, Isten tanácsát keresi. És ezért a Bibliában, ha valaki keres és olvas, és azt mondja, hogy hát sok rossz dolog is van benne, sok rossz és csúnya történet is van benne, és félreteszi, az téved, mert bizony a Szentírásban az ige bárhonnan megszólalhat, bármelyik történet megragadhatja az embert a saját élethelyzetében, a saját állapotában. Ha úgy gondolja valaki, hogy Isten igéje nem szolgálja az ő lelki épülését, akkor arra csak ismét Pál apostolt tudnánk idehozni az ő szavát, tükör által homályosan látunk. Ezért kell Krisztusnak világossága, az ő általa adott, tőle kapott ajándékhit, hogy jól lássunk, hogy ne csak homályosan lássunk. Igen, a világban nem lát az ember, csak akkor, ha Krisztus világosságot hoz a mi életünkbe. A két történetben Isten hatalmát, Krisztusnak hatalmát láthatjuk meg. Úr a betegségek fölött. Ez az üzenet. De ott van mellette az is, hogy, és ott kell legyen mellette, hogy azok életében cselekszik Krisztus, akiket a szeretet vezérel, akik hozzá akarnak menni és bíznak abban, hogy ő tud és akar segíteni. Nem próbálkoznak, egy próbát megér, hanem rábízzák az életüket, és tudják, segíthet. Van hatalma, hogy segítsen. Nem tudjuk mai élethelyzetünkben is. Sokszor az sem, hogy mit hoz a következő hét, következő napok. Így, majd mindjárt ki is térünk rá, azt sem tudjuk megmondani most bizonytalansági dolgok miatt, hogy jövő héten pünköskor fogunk-e úrvacsorázni. Az egészségügyi, az egyházi szabályok lehetővé teszik el, megtartsuk megszokott ünnepünket, pünkösdünket úrvacsorával. De nem tudjuk, de úgy készülünk. Hisszük, hogy Isten akaratából, Isten
rendelése szerint javunkra válhat ez a helyzet is. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de tudjuk, hogy Krisztus velünk lesz. Ne aggodalmaskodjatok tehát a ti holnapotok felől, mert Isten gondot visel rólatok, gondot visel rólunk. Munkálkodjon közöttünk a hit, a szeretet cselekedetei által, legyen a mi Urunk, megtartónk, gyógyítónk, vezérlőnk, Krisztus Urunk, most és mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei Atyánk, Teremtő, megváltó Urunk, vigasztaló, bátorító Szentlélek Úr, hozzád kiáltunk, ki minden szívnek ismerője vagy, minden vágynak tudója, aki előtt titkok nem rejtethetnek el, hozzád visszük a mai ember életét, a mai ember életének minden nyomorúságát, testi, lelki baját. Te vagy a gyógyító, te vagy a segítő, és nem csak úgy általában az emberek baját, hanem mi magunk gondolatait is, itt templomban összegyülekezőknek imádságai is ott vannak te előtted, mindenkinek megvan maga életében a megoldandó feladata, betegség, vagy éppen bármi más, ami őt akadályozza, vagy éppen vizsgára készül. Urunk, sokféle gondolat van fejekben, sokféle érzés dúl a szívekben, de attól, hogy a mi hitünk erősödjön, attól, hogy a világ megtapasztalja a hitnek nagy ajándékát, a benned való reménységnek nagy ajándékát, azt a bizalmat, azt a bizonyosságot, hogy te a rosszból is tudsz jót előhozni. Hogyha az ember rosszat és rosszul is cselekszik, te azt jóra tudod fordítani a te kegyelmességed és áldásod szerint. Kérünk, így cselekedj, hogy a mai rossz állapotokból forduljon jóra, a hit erősödésére, hitünk gazdagodására, a mi élethelyzetünk, gyülekezeteink és népünk helyzete. Hallgass meg a kimondott szavakat, a gyógyulásért, vigasztalódásért hozzád elkiáltott mondatokat, lélekben felsóhajtott igéket. Adj meg az üzenetet mindannyiunk számára, amit elvihetünk, amiben megkapaszkodhatunk és amiben megerősíthetjük magunkat és másokat is. Légy velünk az előttünk álló időszakban, Urunk! Segíts bennünket, segíts népedet, segíts magyar nemzetünket! Most és mindörökké. Amen. Mondjuk el együtt fennhangon a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül pedig a reménységnek Istene töltsön be titeket hit által teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Kedves testvéreim, helyéteket elfoglalva hallgassátok meg hirdetéseinket. Mindenek előtt jelzem és hirdetem, hogy az elmúlt héten emlékharangunk, de inkább úgy mondanám, hogy harangunk, most nem emlékharangként, bár emlékeztünk egy napra, a Magyar Református Egység napjára emlékezve szólt a harangunk, de ez a harang tulajdonképpen örvendező is volt egyben, hogy a magyar reformátusok egyek tudnak lenni. Így a zsinat által elrendelt időpontban május 22-én délelőtt 10 órakor szólt harangunk a Magyar Református Egység napja alkalmából. Kedves testvéreim, már az előbb is mondtam, jeleztem, tulajdonképpen ma konfirmáló ifjaknak
kellene lenniük, konfirmáció napja lenne, de nincs így, és tudjuk miért nincs így. Jövő héten pedig pünkösd és úrvacsora osztásra kerülne sor. És azért mondom így, mert legutóbbi tájékoztatás szerint, amit az esperesi hivatalból kaptam, a zsinat hétfőn vagy kedden fog dönteni, hogy engedélyezik-e a református templomokban a reformátusok számára az úrvacsora vételét. Ha engedélyezik is, bizonnyal nem a megszokott rend szerint fog történni. És mivel nem a megszokottak történnek, ezért én sem tudom megmondani, hogy milyen lesz. Nagy vonalakban igen, de hogy ez miképpen lehet majd megtartani, azt majd meglátjuk, és azt szerint cselekszünk. Amit lehet tudni, és amit mondhatunk, a gyülekezet kis kelyhekből úrvacsorázhat. Ez gyülekezetenként, ahogy meg tudják majd oldani, aképpen lesz erre megoldás. Tehát nem, a közös kehelyből való úrvacsora bizonyosan nem fog megtörténni. A kenyér osztásában, ahogyan most is látják a testvérek, hogy rajtam is kesztyű van, szintén az úrvacsoraosztáskor kesztyűt kell hordani, ez is bizonyosság, a kenyeret feldarabolva, tálcán kínálva, ugyancsak így a poharakat is. A gyülekezeti tagoknak meg kell tartaniuk majd a megfelelő távolságot, akik úrvacsoráznak, vagy úrvacsorát kívánnak venni. Ezek nagy vonalakban, amit tudunk. Felvetődtek gondolatok, hogy vajon kor szerint próbáljuk-e megoldani, hogy azt kérjük a 65 év felettiektől, hogy üljenek mondjuk a szembe lévő padokba, és ők először jöjjenek úrvacsorázni. De egy légtérben vagyunk. Van-e értelme így elválasztódni? Ezek mind kérdések, és ezért nem tudom a választ, hogy majd esetleg rendelkeznek-e így, és egy külön kijárattal, például a bíróság felé eső kijáraton keresztül kell esetleg kor szerint kimenni. Nem tudom a rendelkezéseket. Egyelőre tehát bizonytalanok vagyunk. Minden esetre a szombaton úgy gondoljuk, hogy bűnbánati alkalmat tartsuk, meg akár lesz engedélyünk úrvacsorára, akár nem, mert egységesen lenne jó cselekedni, azért várunk az egységes zsinati döntésre, hogy így cselekedjünk. Ezért szombaton délután 5 órakor bűnbánati alkalmat tartunk. Én remélem, hogy addigra már letisztázódnak a döntések, és remélem azt is, és próbáljuk majd a testvéreknek tudomására hozni, hogy miképpen lesz a döntés. Én most úgy készülök, vagy úgy gondolom, hogy a 80% az esélye arra, hogy lesz úrvacsoraosztás, ha feltételekkel is. A feltételeket majd pedig meg fogjuk kapni, hogy milyen módon és hogyan lehet megtartani az úrvacsorai közösséget. Ezeket előre bocsátva, mondom a testvéreknek, itt majd sok minden változik abban is, hogy például a kiskelyheket hogy fogjuk meg, mert ugye másképpen tartottuk a nagykelyhet, kellett hozzá nyúlni. Ez is egy külön megtanulandó élethelyzet lesz. Máshol már ezt gyakorolták, meglátjuk, hogy itt nálunk hogy fog ez a rend kialakulni. Kérem, kedves testvérek, türelmét, és ebben a helyzetben, amiben még nem voltunk, jó indulatát, hogy próbáljuk együtt kialakítani azt a rendet, amely méltóságteljes, és mégis megfelel az előírásoknak. Legyen a mi Úrunk Istenünk, szent lelke, kedves testvéreim, megőrzője, vigyázója, áldja és szentelje meg kedves testvéreinket, jelenlévőket, és a jelenlévőkön keresztül a családokat is. Adja a mi Úrunk, hogy visszakapjuk egészségünket, a teljességet benne és általa. Istennek énekeljünk a már énekelt, hiszen tiszteletünk elején énekelt 479. dicséretünk két utolsó versét. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts. 479. dicséretünk harmadik és negyedik versét énekeljük végezetül.